Sziasztok, Sanya vagyok, üdvözöllek titeket, ez a Hamish of Mozzos 43. és egyben utolsó része. Hogy miért utolsó? Hát, amit szerettem volna én morokat kijátszani, azokat kijátszottam. Amit még szerettem volna még pluszba egy-két moddal foglalkozni, azok megkiakasztották a szervert. Hát kb. Ha az összes felvételt kiraktam volna, közben itt vagyok a nagy csákánya. Közben az összes felvételt kiraktam volna, vagyis nem fogytam volna ki egyszer se, kb. Olyan, hát szerintem vagy 50. résznél járnék. És amúgy is ilyen 50 részesre terveztem ezt a sorozatot. Csak így most már, hogy legutóbb most egy gyors felvétel akartam volna befejezni ezt a Hermitcraft Mozzos-t. Kb. Olyan másfél óra után megint kikresseltem, fel akartam szedni a NASA Workbench-et is ezzel a cache-hammerrel, és természetesen kifagytam. Még azt, hogy csákányán kell kiszedni, de mondom, előtte megpróbálom, hogy ha már beraktam ezeket a pléteket, akkor nehogy már kiessen belőle, ha így nehezen szereztem meg a holdon, meg a Marson. De mindegy, az is ment a kukába. Tehát túl. Hát mit tudom én, beta, alfa verziós szerintem ez a modpack összerakás. Oké, hogy maga a Hermitcraftosoknak ott ment, mert ott nekik nagyon jó szerverük volt. Én nem tudok olyan szervert biztosítani ennek a modpacknak. Hát de végül is, amit szerettem volna játszani, azzal játszottam. Na, mondom, hogy az előző, nem előző, hanem megcsináltam volna azt, hogy másfél órán keresztül, hogy költözök a Marsra, és na, hát 2,5 óra a felvételem lett volna, már csak 1 óra lett volna hátra, ha nem kereselek ki, és azt felgyorsítottam volna, egy utolsónak azt akartam volna, egy gyorsított felvételt, de marad ez, hogy itt körbe mutatom a területet. Túl csupasz volt itt ez a terület, úgyhogy raktam le fákat, illetve az Electrical Age-el is el akarta volna kezdeni dolgozni, csak már idegesített, hogy kifagy ez az egész. Na hát foglalkoztam ezzel a Flens moddal, csináltam azért ide egy repteret, itt fel is szántottam az egyik repülővel az utat. Foglalkoztam Better Chest-tel, azokkal csináltam meg először a farmokat. Ott még csináltam egy másik farmot, csak ott is kifagyott a szerver. Újra kellett rakni egy régebbi mapot, és azért nincs itt. Csodálkoztam is, amikor adtam le fel a fákat, hogy éj, várunk ide, nem adtam én egy farmot. Na mindegy. Ezt a smoke-okat a Twilight Forest-ből szedtem, ami az előző rész volt. Szeretném most nagyjából bemutatni, hogy mivel foglalkozott az a... vagyis mivel foglalkoztam, mivel itt hoztam létre itt a, ezen a modcsomagon, illetve nagyjából bemutatom a többiek bázisát, természetesen csak kívülről, de ezt majd később. Hát itt a Better Chest-ekkel is megoldottam azt, hogy gyilkolásszal lefele a állatokat, illetve összeszedje körülötte lévő dolgokat, például itt a tojást. Itt már tele van tojással, úgyhogy azért nem szedi fel. Látszik, hogy most fel is szedte, kiszedte a tojást. Itt van Sanyi aló, 4. verzió. Jó. Hát legelőször itt kezdtem, itt csináltam egy bányát. Hol is volt? Ez a kis részen jöttem lefele. Ott köszöntünk be legelőször, itt átúztam és itt lementem. Megvédítettem először ezt a házat, ezt a kis részét, utána ezt a felét, majd ezt is megdupláztam, mert ez az a nagy terület. Így körbezárva ezt a tavacskát, ahova
szigetet akartam csinálni, ha jobban itt maradok. Csak mindig jött más dolog, és akkor nem jött össze. Inkább mutogattam másokat befele. Hát volt itt Bibliograph bemutatás, meg sok olyan mod, amit nem is használtam, csak bemutattam. Igen, megcsináltam a Big Reactort, megcsináltam a Big Turbinát, csináltam Tinker Constructors kemencét. Itt nem csináltam semmit, megcsináltam az Athletic Energetics 2-vel a M-rendszert. Egy szálon végighúztuk az összes Deep Storage-ot többiek segítségével, hogy lehet megoldani. Egy furuk, vagy két furuk van berakva. Jó, volt query. Volt query, amivel szedtem a nyersanyagot, azzal szedtem ki ennyit. Sokkal több nyersanyagom volt, de hát természetesen a kraftálástól felhasználódott. Ebből a cseszbe jött a dolog, illetve ennyit anyagot még fel se dolgoztam, mert ezek ilyen electrical age-es, amivel akartam volna foglalkozni, de mondom már, ez így már elég sok volt számomra. Zárulja vissza, légy szíves? Teszraktorokkal áldottam meg, hogy az áram továbbítást, illetve az mechanizmos Ultimate Energia Cube-ból áldottam meg az energiatárolást. Hát ennek a segítségével csináltam a turbinát, igen. Foglalkoztam egy kicsit a mechanizmmel. Chicken Chunks-ossal betöltöttem a területet. Igen, mi van még itt? Ezzel a crafting table-lel, az Enchanting Plus crafting table-lel craftoltam ezeket a ruhákat, meg az eszközeimet. Ezzel az előbb nem mutatta az XP csíkomat, de vicces. Ide töltöttem le az XP-met, volt ez teljesen teli, csak ez kb. 30-40 XP-t emészt fel ennek a felencsántolása. Jó. Itt volt a gépek, azokat átvittem a Marsra. Azt majd mindjárt bemutatom. Volt egy rész, amikor a Q1-et mutattam be, csináltam a Magnum Torch-ot, de azt is törlésre került, mert újra kellett rakni az egyik egy héttel ezelőtti mapot. Ma újra kraftoltam ezeket, mert csináltam Magnum Torch-ot a Marsra. Jó, foglalkoztam genetikával is. Valamit magamban inekcióztam, amit nem tudom, mi volt az. De lehetett volna itt a jelenembe. Voltak itt még ilyen denevérek, vagy a sötétség. Sötétbe lássunk, vagy repülni tudjunk. Tehát már megcsináltam ezt a Simply Jetpack-es repülésre alkalmas jetpacket. Ezt jól megmondtam. Megcsináltam ezt a jetpacket, ami már egyből armor is, vagyis az van rárakva, egy plusz ilyen armor plate, aminek segítségével tudok repülni, tölteni, az már nem itt van, az már a Marson van. Ennek a, ezekkel segítségével a Realcraftos kemencékkel csináltam meg a steel-t. Foglalkoztam egy kicsit a flensmoddal, fegyverekkel, ezeknek a létrehozásával, meg a repülőkkel, amit ott kint láttatok. Jó, na. Nem is indítottam stoppert, mert ez úgyse lesz ilyen hosszú epizód. És akkor még merre jártam? Tehát van az inventory-n, mert pakoláztam átfele. Itt lehet innen rakni tőlem. Jó, egy volt. Itt van, jártunk, ez a -28-as dimenzió, ez a hold. Hát, el is megyek oda.
Csak nem fogyok ki. Tárgalati krafttal felmentem a holdra. Igen. Innen szedtem alapanyagot a bázis, Mars bázis létrehozására. Itt van a hold, ezen hosszabban vártam, hogy hol esnek le a meteoroidok. Például ott is van egy észedem, mert ha később akarok még folytatni a videón kívül. Jaj, kicsit még ég, pedig már lehűlt. Úgyne. Jó, igen, és az utolsó rész, ahova eljutottam, és ahova szerettem volna ezzel a sorozattal befejezni, vagy sorozatot befejezni, az lenne pedig a Mars, ahova át is költöztem, de is tudom. Két részsel ezelőtt volt, hogy megépítettem, azóta kifáklyáztam, illetve csináltam egy ilyen légkamrát. Ha egy méter, úgy állítottam be, hogy ha egy méterre közelebb megy, akkor be tudunk menni. Be lehet állítani azt, hogy csak bizonyos emberek mehessenek be, vagy restonra reagáljon. Adtam le egy chunkloadert, áthoztam ide a napelemeket, meg a szélerőművet. Oda raktam egy fát, hogy tudjak szedni egy kis oxigént. Most már itt van a jetpack töltöm, fel is töltötte, áthoztam a mechanizmus gépeket, áthoztam az enderiós gépeket, áthoztam a termoexpansionost. Csináltam ide egy kisebb emrendszert, pluszba azon kívül, hogy az csak 3 drive van benne, meg semmi alapanyag, csak most azt tilt raktam bele, hogy itt tudjam kalapálni közbe. Itt vannak a Galactic Craftos gépek, itt töltöm az oxigéntankomat, meg későbbiek folyamán fogok majd szerintem csinálni, hogy ez egy olyan tér legyen, hogy kapjak levegőt, ha leveszem, akkor nincsen levegő, csak az oxigén tartályból tudom most szedni. Most ez az oxigént a fából szedi, abból a fából összeszedés, akkor úgy tudom tölteni. Na, ezt akartam itt bemutatni, majd itt középen úgyis felhúzok egy kis ilyen tornyot, és akkor lefele lehet majd menni. Azért hagytam itt üresen a közepét. Na, akkor ez volt az én területem. Ennyit láthatatok a Helmet Craftos részeimből. Jó voltam a Twilightból, onnan van ez a nagy csákány, amit bemutattam az elején. Ez a Twilight Forestből van. Jó, na. Akkor vissza is megyek a földre. Ja, majd itt van a Bugimnak a üzemanyagtöltő állomása, meg majd le fogom még rakni a Tier 2-est, azt most le is rakom megmutatni, hogy képzeltem el, de nincs itt a tartalék, amivel le lehet rakni, úgyhogy le se rakom. Hol van az? Na mindegy, nem húzom az időt, átmegyek a földre, és körbe lepülök a bázison. Úgy né, előtte nyomok egy szondit, sleeping baggel, azzal aludtam végén. Vagyis a sorozat második felétől. Itt vannak a farmjaim, itt van az épület. Arra van Laci-nak az épülete. Látszik, itt is van az energiaforrások. Ő is csinált egy ilyen
Neki megmutatom, mert ő nem fog videózni. Sőt, majd erre a szerverre biztos, hogy nem is fog feljönni. Neki ilyen bázisa volt. Toszkán még annól hagyott neki egy üzenetet, hogy ne töltjön be akkor a területet. Ez még mindig megy folyamatosan? Mindegy. Hogy menjen. Ja, még be sem mutattam a kapukat, majd azt is megmutatom. Hely, ez az én fejem, nem? Ja, nem ez Laci feje. Itt van Lacinak a farmja. Itt van Proszkálynak a leendő bázisa. Olyan üveget csinált meg, amin át lehet menni playernek. Mobnak nem, de ezt majd nézzétek a csatornáján, ha szeretnétek látni, hogy készült el. Ő is ezt a helyiséget, ezt az épület elejét gyorsítva vette fel, illetve hogy mivel foglalkozott a linkbe való rákattintással, meg is nézhetitek. Itt van a Jeep, amit nekiadtam, jó kis parkolót talált magának. Na, tehát nézzétek Proszkály csatornáját. Ott van rajta a PS, igaz, hogy belülről kell nézni felfele. Így van, 92. Neki is itt van a Gatikraftos kilövőállomása. De majd úgyis vesz fel majd részt, és akkor megláthatjátok nála. Jó. Ide érkeztünk Makamhoz. Makamnak itt van a két méhecske keresztezős háza. Itt a vízesés generátorja, itt a moszpónere, itt a háza. Be nem megyek, mert a dolgokat, ami bent vannak, azokat láthatjátok az ő csatornáján is, ő is videózik. Neki ez a Galatikraftos szobája és a Galatikraftos kilövő állomása. De mondom, ezt is megtekinthetitek a Makam csatornáján. Ez is ott is ott van a link a leírásba. Botaniázik is. Ő még fog felvenni, meg illetve Proszkály is fog még felvenni ezen a szerveren, ezen a modpakon részeket. Ők még nem hagyják abba ezen a modpakon való foglalkozást. Hát én már átmegyek az Infinity-re, mert mondom, amit akartam volna játszani, én kijátszottam. Én azért voltam fent minden nap, hát muszáj is voltam fent lenni, mert úgy tudtam felvenni részeket minden nap, hogy előtte levő nap azt felvettem, lerendereltem, felraktam. Így nagyjából tudtam követni a kommenteket, hogy mit szeretnétek. Most is a Galatikraftnál már annyira visszaesett a nézettségem, hogy szerintem kár videókat készíteni már ezen a modpakon, azért is akarom abba hagyni. Meg már mondom, szeretnék az Infinity-n mókolgatni egy kicsit. Hát ez volt a bányászvilágunk, közben ez is még egyszer újra lett generálva, mert áthelyeztük a szervert, Laci szerveréről az enyémre, és akkor már újra generáltuk, és akkor felosztottuk a területet, hogy kinek merre van, kinek merre irányba menjen a bányászgépezete. Nekem itt van a query-m. Először kerítésekkel oldottam meg, aztán megcsináltam a QED-et, vagy QED-et. És akkor csak ilyen Hello, Mr. Jackson, nem mész holni járásba? Azt mondja, valahol itt van, itt kell lenni a markeremnek. Na, hol van ez elválasztó? Itt van az elválasztó. Itt volt. Ja, igen.
azt a részt azt el kell felejteni, mert az ott is kifagyott a szerver, és az még nem került fel az a rész. Vagyis vissza lett rakva a map. Igen, végzett. Azt el is viszem. Majd jó lesz a marson bányászni. Természetesen már az már nem megy felvételbe. Csináltam bányászgépet is. Csak az ott is újra kellett rakni, ott is kifagyások voltak, tehát mondom, sokat szenvedtem én ezzel a modpakkal. Vagy 8 részt az mehetett a kukába, mert én azt nem tudtam felrakni, mert hibás volt a fájl. Na, még átnézek a pokolba, a netherbe. Igen. Portálba. Jó. Igen, ott. Igen, az a waypoint, az megmaradt. De a digital miner az nem. Innen szedtem az összes alapanyagot a Nether portálhoz vezető folyosóhoz, meg a házamhoz. Itt pontogattam lefele, még repülés nélkül, félve, hogy a lávában essek. Na, azt mondja, szerintem körbe mutattam mindent. Igen, még a Netherbe is akartam volna valami jó kinéző Nether kapu portát, de mindig volt mással foglalkozni. Na, ezt trükkösen csináltam meg ezt a folyosót, ez olyan, mintha egyenesen menne, közben pedig ez egy ferde blokkokból van megcsinálva, K5S blokkokból. Látszik is, hogy így habból van elkészítve. Hát ezzel is elment egy hosszú idő. Na. Akkor ennyi lett volna a Hermitcraft modszószos. Ja, még csináltam ezeket a hajókat, meg a ballont is. A ballont azt szétszedtem. A hajó megmaradt. A másik hajó még mindig itt van. Utka single player-be felraktam, amikor újra kellett rakni. És láttam, hogy itt van még mindig a hajó. Itt bugyborékol. Látszik, hogy most neki megyek. Csak ez a szerveren azok a blokkok nem látszanak, amiből építettem. Úgyhogy jó, hogy utána fából csináltam meg. Na, akkor ezennel lezárom a Hermitcraft modszószos epizódjaimat. Köszönöm szépen a nézőimnek, hogy támogattak annyival, hogy megnézik az epizódjaimat. Köszönöm szépen, hogy olyan sokan lájkoltátok, pedig én nem vagyok lájkvadász, de örülök, hogy tetszett, hogy használtátok a like gombot. Ja igen, itt volt a Twilight Forest-nek a kapuja. Na, köszönöm szépen még egyszer mindent nektek. Hát ha tényleg nem lett volna ennyi nézője, meg kommentelője, meg lájkolója ennek a modpaknak, akkor ennyi része jött volna ki. Úgyhogy ezt nektek köszönhetem. Meg magatoknak köszönhetitek, hogy ilyen sok rész kijött. Hát az előző részben leütöttem szivárványfának azt. És ez nőtt ki belőle, na mindegy. Na, viszlát map, ki is lépek, és akkor ezzel a kattintással be is fejeztem a saját Craft szerveren lévő pályafutásomat, és a következő
Következő. Ja, még azt még nem mondtam el. Megnézem már ki az egy ember, aki fenn van, de szerintem csak én voltam a szerver. Aha, én voltam csak. Na, a napnyugtában elmondom, hogy mi várható még a csatornában. Az Infinity az nem lesz most már mindennapos kirakott epizód. Tehát megszűnik ez a csatornában, hogy minden nap jön ki videó. Most már csak szerdán és vasárnap fog kijönni, előreláthatólag, de a vasárnap a 100%. Tehát lehet, hogy egy héten csak egy nap lesz videóként, a vasárnapi, az Infinity, amikor összefoglalom, hogy mivel foglalkoztam, mivel építkeztem, mit csináltam, mit raktunk össze magammal az Infinity-n. Ez videó alatt, ezt jól megmondtam, e videó alatt írhatjátok kommentbe, hogy mit szeretnétek látni a csatornán. Minecraftos, illetve nem Minecraftos játékok játszása. Minecrafton belül, ami nem modpack, tehát most modpackozás nem lesz. Az ilyen modos sorozatokkal most csak az Infinity-zni fogok. Az is mondom, egy héten maximum kétszer lesz belőle kint epizód. Olyan Minecraftos játékokat írhattok. Itt tudom, ilyen puzzle mappek, mint amit játszottam, vagy minigémek, amit szívesen látnátok a csatornán. Az szerintem azok lesznek ilyen póklásnak. Hétköznaponta egy-kettő, lehet, hogy jön. Mert arra nem kell annyira rákészülni, mint erre, mert ez rengeteg időt elvett az a videózásból, hogy előkészülni a dolgokkal, megnézni, hogy mit akarok, mivel játszok, meg stb. Mert azért nagyon unalmas részeket azért nem raktam bele, vagy felgyorsítottam az eddigi modpackos játékokkal. Mondom, most az Infinity úgy lesz, hogy csak bemutatom, hogy mik változtak a héten. Tehát modpackokról nem kérek jelenleg ajánlásokat, csak ilyen kis minigémekről Minecrafton belül. Minecrafton kívül, hogy mivel játszak, hát azért ne legyen nagyon túl drága játék. Hát SimCity-zni biztos nem fogok, mert annak se volt nézettsége, a Payday azzal nem tudom összehívni a bandát, hogy játszunk. Akkor mi van még? Ja, mivel játszottam? Pokolkonyhája, annak se volt nézettsége, úgyhogy meg az is kifagyott egyszer, úgyhogy azt is abba hagytam. Na jó, oké, most már tényleg nem húzom továbbra az időt. Köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm szépen a lájkolóknak, köszönöm szépen a nézőknek, köszönöm szépen mindenkinek. És akkor most már tényleg diszkonektekkel kilépek, és találkozunk vasárnap legközelebb az Infinity-vel. Sziasztok! Ettől az idejétől nem fogom látni pont az érdekesség. Mit jön? Ja, Tinker koncertos. Zajátó. Ja, arrébb rakhatod? Akkor végletet akkor most látta is lejjön a rendelést. Feltük a rendelést, átadta a konyhának. Menjünk át a konyhába. Itt vannak zöldségek.